Nemzetközi atlétika toplista versenyt tartottak Bonyhádon augusztus 31-én. A szervezők célja a sportágak népszerűsítése volt. Egy évben két versenyt tud rendezni a klub, amit az idén is megtett. Május elején volt egy felkészülési versenyünk, és miután a verseny szezon az elég hosszú, és azt láttuk, hogy az augusztusi időpontban kevés verseny van, ezért egy felkészülési toplista verseny rendezését vállaltuk be. Jövő héten lesznek korosztályos területi bajnokságok, két hét múlva valamely egyesületnek a csapatbajnoksága, és ez a mostani verseny ezeken a versenyeken résztvevő atlétáknak a felkészülését szolgálja. Tulajdonképpen a domószámok közül a súlylökést tudjuk megrendezni a pálya adottsága miatt, azon kívül a futószámok teljes vertikumát, tehát 100-tól 1500 méterig, megspékelve egy 400 gáttal, 100 gáttal a kisebbeknek, és az ugrószámok közül magasugrást és a távolugrást rendezzük meg. Nagyon örülünk annak, hogy külföldi résztvevőnk is van. A verseny fönn van a Világszövetség versenynaptárában, ranglista pontokat lehet szerezni, későbbi világversenyeken jól jött a versenyzőknek a nevezés szempontjából, vagy az indulás szempontjából. Szerbiából érkezett egy 8-szoros szerb bajnok, kifedett pályán meg szabadtéren kiváló teljesítményt tud nyújtani a Maja Csirics, illetve nevezett 200 méterre a horvát bajnok Varasdról, a Kálló Március, ő most 200 méteren indul. A bonyhádi pálya adottságai kiválóak voltak a versenyzésre. Az érdeklődés is nagy volt, összesen 312-en neveztek. A női 100 méteres futást Bató Borbála nyerte. Nagy küzdelmet láthatunk a fél lány döntőben, négyes számú pályán Bató Borbála. Az egyenlítő eléggé elmaradt, de igazából szerintem így a szezon vége, meg nem tudom, ilyen nyaralások, betegségek, mindenféle volt. De amúgy abszolút tök jó volt a pálya, meg ilyen kis augusztus végi versenyek nagyon jó volt mindenképpen. És ugye még jön a CB, arra egy ilyen felkészülő versenynek aktuális volt nagyon. Hát Pestre jöttünk, 6-kor keltünk, és 8-kor indultunk, úgyhogy kicsit fáradtan, és nagyon-nagyon meleg van, úgyhogy ez biztos kivett, viszont tök jó hátszerünk volt, ez biztos segített. Bíró Dán a Bonyhádról ebben a versenyszámban negyedik lett. Meglepően jól futottam, bár a mozgásomban érezhető volt, hogy a tavasza jobb volt, most kicsit így a nyárnak köszönhetően kicsit így ellustultam, ha lehet ezt így mondani, de azért amit lehetett, kihoztam belőle, nem lett egyéni, de nem adjuk fel, előttünk van a csapatbajnokság, úgyhogy ott reméljük jobban fog sikerülni. Úgy számoltunk vele, hogy jó lenne, hogyha az élmezőnybe kerülnénk. Nyilván ilyenkor számít az ember arra is, hogy nem biztos, hogy úgy jön össze, meg bármi összejöhet verseny közben is, de én nagyon örülök ennek a negyedik helynek, úgyhogy én büszke vagyok magamra. Férfi százon Bundzsu Patrik a vasas futója volt a leggyorsabb. Férfi 100 méterünk kardítója. Rajtolnál, és egy óriási küzdelem fejtelmezett a 3-4-es pályán. Innen ürlek. Jó futás volt, örülök, hogy ilyen jó kis mezőn gyűlt össze, aztán tudtak húzni a srácok. Már szezon végén vagyunk, de azért még szeretnék javítani az egyéni csúcsomon. Nagyon jó kis hangulata van a versenynek. Itt edző táboroztunk Bonyhádon, aztán nagyon jó, gyors kis pálya, aztán jó érzés itt futni. A verseny egyik, hanem a legnagyobb sztárja a 8-szoros szabadtéri és 8-szoros fedelpályás szerbajnok futó Maja Csirics volt. A rutinos atléta 200-on simán győzött, 100-on viszont az előfutamokban a rajtnál kiugrott, így diszkvalifikálták. Mint mondta, életében először történt vele ilyen. It was a good day. Jó nap volt, elégedett vagyok a 200 méteres futásommal. A körülmények és a pálya is nagyon jó volt, az emberek is nagyon kedvesek. Még sosem történt ilyen velem, hogy kizártak, nem tudom, mi történt. Ráadásul nem is kicsit, hanem nagyon beugrottam a rajtnál.